2020-ban alapította a Sóstói Múzeumfalu első igazgatójának emlékére az Erdész Sándor díjat. Az elismerést azóta minden évben annak ítélik, aki az intézmény érdekében kiemelkedő szakmai munkát végez, motiválja a közösséget. Az alapítás óta Bodnár Zsuzsanna, Radkó Lujza és Kosztyú Brigitta vehetett át Erdész Sándor díjat. Idén rendhagyó módon nem egy ember kapta meg az emlékplakettet. Az Erdész Sándor díjban mindig nehéz az, hogy ki legyenek a jelöltek, de idén valahogy nagyon könnyen ment a jelölés. Mindig az évben szakmailag is, és azt gondolom a közösség által is elfogadott díjazottakat tudjuk méltatni. A Józsefes Múzeum restaurátor csoportját jelölték, és azt gondolom az, hogy egyhangulag megszavazta a szakmai plénum, ez sokat jelent. Ők azok, akik segítik a munkánkat, akár kiállítás, rendezéséről van szó, és dolgozzák a kezünk alá a műtárgyakat, hogy olyan állapotba kerüljenek, hogy kiállításban ne valljunk szégyen, és bizony fontos ez, hogy mindemellett segítenek a gyűjtőutakban is, állományvédelmi tanácsadást folytatnak, idén többször is volt rá mód és lehetőség, és természetesen a rendezvényeinken, akár a táborainknak is aktív résztvevői. A József András Múzeum restaurátorai évek, évtizedek óta közösen dolgoznak az intézmények tárgyi emlékeinek megőrzésével. Az éves beszámolókon mindig le kell adni egy számot, több ezer tárgynak a restaurálásáról, vagy állagmegóvásáról beszélünk minden évben, mert ugye nem csak a tagintézményeink, tehát a Kállai gyűjtemény, illetve természetesen a Múzeumfalunak a tárgyi emlékeit restauráljuk, vagy ápoljuk, hanem a József András Múzeumot is. Úgyhogy tényleg több ezer tárgyról beszélhetünk. A díjátadón az idei év eredményeiről, legfontosabb rendezvényeiről is szóltak. Idén először decemberben hangulatos programra várják a látogatókat. December 16-án falusi karácsonyt is rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban. Aki oda fog érkezni, egy tartalmas délutánon vehet részt, betlehemezés és kántálás is lesz óránként. Délutáni alkalom lesz egészen sötétedésig, és jó néhány parasztházunk különleges pompájába fogja megmutatni magát. Nagyon készülünk, először próbálkozunk meg ilyennel, hogy karácsonyban földíszítsük a falut, és úgy vezessük végig a vendégeket, illetve karácsonyi programok közül is a falusi valóban elcsendesedő, de kreatív programot szeretnénk megvalósítani. A karácsonyi hagyományok felelevenítésén túl tradicionális ételeket is kóstolhatnak majd a látogatók.